Úristen, de régen volt már kedvences videó. Most néztem vissza, hogy utoljára a 2015-ös kedvences videó volt, ami már, hát nem mostanában volt. Na mindegy, most itt van egy újabb. Sziasztok! A mai videóban bemutatom nektek az aktuális kedvenceimet. Talán észrevettétek, hogy egy ideje már nincsenek havi kedvences videók, és ennek egészen egyszerűen az az oka, hogy nincsen minden hónapban annyi új kedvencem, amiből érdemes lenne egy videót csinálni. Van, hogy hetekig, hónapokig ugyanazokat a termékeket használom. Szóval nem akartam erőltetni ezt a havi kedvences videót, hanem csak akkor fogok ilyet csinálni, amikor úgy érzem, hogy összegyűlt annyi olyan termék, amit szeretek és amit szívesen megmutatok nektek. Ezúttal a sminkek vannak többségében, arcápoló termékek nem is nagyon lesznek. Az utóbbi időben elég sok új arcápolót próbálgatok. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ezeket majd egy ilyen arcápolási rutinos videóban mutatnám majd meg nektek. Hogyha szeretnétek ezt, akkor mindenféleképpen írjátok meg kommentben. Lesznek problémáim ma is a fényviszonyokkal, mert járkálnak a felhők, szóval szól ide igyekszem a lehető legtöbbet kihozni belőle. Kezdem a hajápolási kedvenceimmel, mert hogy van három olyan termék, ami az utóbbi időben, hát mondjuk úgy, hogy megmentette a hajamat különböző szituációkban. Az egyik az a Dove Advanced Hair Series Regenerate Nourishment Serum olaj. Erről, illetve pontosabban erről a termékcsaládról volt a blogon egy részletes bejegyzés, amit majd beteszek a videó alá. Az egész termékcsaládot nagyon szeretem, de ezt a szérumolajat kifejezetten, amúgy is rá vagyok kattanva a hajolajakra, de ez nagyon jó a károsodott, töredezett hajvégekre, nagyon finom, puha és gyönyörű fényes lesz tőle a hajam. A másik nagy kedvencem, igazából ez sem mostani kedvenc, mert hogy elég régóta szeretem már, az Aussie Miracle száraz sampon. Ez az Awesome Volume verzió, mert hogy ebből is van azt hiszem többféle. Az az igazság, hogy nekem ez a kedvenc száraz samponom. Én próbáltam többfélét, valamiért nekem ez jött be a legjobban. Egyrészt finom illata van, ami ugye sokat segít abban, hogy frissebbnek érezzem a hajam. Másrészt pedig tényleg egy nagyon hatékony és nagyon jó száraz sampon. Nem irritálja a fejbőrömet, nem viszkedtek tőle nap végén, és akár két nap pluszt is ad, mielőtt ismét hajat kell mosnom. Felszívja a zsírt, eltünteti ezt a fényes csillogást, vagy zsíros csillogást a hajból, úgyhogy ez egy nagyon jó kis száraz sampon. És a harmadik nagy kedvenc, így a hajápolás terén, az pedig a Matrix Turbo Dryer ilyen hajszárítós spray. Ez arra szolgál, hogy rövidebb ideig tartson a hajszárítást. Megmondom őszintén, hogy nincsenek erre ilyen exakt számaim, hogy valóban mennyivel rövidíti le a hajszárítást, de én úgy érzem, hogy amióta ezt használom, azóta gyorsabban meg tudom szárítani a hajamat hajszárítóval. Egyébként még a legtöbbször így is hagyom a hajamat természetesen megszáradni, főleg, hogy most ugye jön a nyár meg a meleg, de ugye vannak olyan helyzetek, amikor meg kell szárítanom, mert megyek egyből utána valahova. És ez nem csak abban segít, hogy gyorsabban száradjon meg a haj, hanem hogy ezek a mindenfelé szálló hajak is hát lelapuljanak, vagy hogy ne szálljon annyira a haj. Egyébként ezt törölköző száraz hajon kell alkalmazni, és akkor utána a szokásos módon hajat szárítani. A következő két termék azért így mégiscsak az arcápolási kategóriához tartozik. Van két nagyon nagy kedvenc, amiről mindenféleképpen szeretnék most is beszélni nektek. Az egyik az a L'Occitane Vazsarózsás, még mindig nem néztem meg, tudjátok, Pioni, azt hiszem az a vazsarózsa. Ez egy ilyen bőrtökéletesítő arckrém, és ez egy ilyen picike 8 ml-es minta vagy utazó kiszerelés, nem tudom minek nevezzük, de ez körülbelül napi egyszeri használattal olyan 10 napig elég nekem. Volt egyrészt egy ilyen a L'Occitane-os Pixi Box kiadásban, erről is írtam nektek a blogom, illetve utána a férjemtől kaptam névnapomra egy ajándékcsomagot, amiben szintén volt egy ilyen mini kis krémeskőt, hogy ez most már a második tégely belőle. Imádom ezt az arckrémet. Az a helyzet, hogy még nem mertem megnézni, hogy mennyibe kerül teljes áron, mert valószínűleg egyáltalán nem olcsó, de nagyon-nagyon-nagyon gondolkodom rajta, hogy megveszem a teljes kiszerelést, mert egyszerűen hihetetlenül jó ez a krém. Ez egy nagyon gazdag, nagyon sűrű krém, de mégis hamar beszívja a bőröm, és olyan szinten puha, bársonyos lesz utána, hogy úristen, egyszerűen imádom. Az illat egyébként kicsit ilyen növényes illat,
de nem az a, az, az idegesítő, vagy ilyen, tudjátok, vannak ilyen, ilyen zöld növényes, bio, meg nem tudom, hogy milyen krémek, amiknek egészen fura illata van, ennek nem, ez szerintem nagyon finom. Én ezt egyébként éjszakára szoktam használni, de egyébként nappal is lehet ezt használni, mert hogy, ahogy mondtam, nagyon gyorsan beszívja a bőr, és nagyon jól lehet rá sminkelni. Kell majd valami kis akciót kerítenem, aminek keretén belül megvetem belőle a nagyot, mert azt hiszem, hogy ez kell nekem. A következő termék az egy szemkörnyékápoló, mégpedig a Clinique Repairer Anti-Gravity szemkörnyékápoló, amit még a tavaszi glamour napok alkalmával vettem. Estére mindig ezt használom, de van, hogy reggel is teszek belőle, de mivel ezért ez egy sűrű krém, így jobb, hogyha este használja az ember, mert több ideje van beszívódni. Nem mondom azt, hogy eltüntette a ráncaimat, vagy bármi ilyesmi, de azt vettem észre, hogy mióta ezt használom, reggel, amikor felkelek, nem annyira brutálisak a szem alatti táskáim, nem tudom, mit csinál velük, de vagy visszább húzottak, vagy valahogy csökkenti a méretüket. Úgyhogy én ezt továbbra is használni fogom, mert úgy tűnik, hogy valami van benne, amitől ez működik. A következő dolgok, amikről szeretnék nektek beszélni, azok kicsit már így a sminkelés irányába visznek minket, de még mindig inkább az arcápolás kategóriába tartoznak, és ezek az arcvermetek. Nem akarok így különösebben kiemelni egyet sem, mert hogy ezeket gyakorlatilag így felváltva össze-vissza használom. Van itt egy Uriás Őtermál, ilyen termálvizes spray, a MAC-nek a Fix Plus arcpermete, a L'Occitane előbb említett termék családjába tartozó arcpermet, most megnézem, Peonia, igen, ez van rá, vagy Peonia, illetve a Body Shopnak az E-vitaminos arcpermete. Én nagyon szeretem ezeket, főleg így nyáron, nincs is jobb egy ilyen kis frissítő arcfermetnél, ami egy kicsit ugye így élénkíti a bőrt. Ezeket szoktam használni egyrészt reggel, arcot mosok, és akkor mielőtt bármit is rákennék az arcomra, permetezek belőlük egy kicsit, illetve sminkelés előtt is, valamint sminkelés végén is, nem feltétlenül a smink fixálás miatt, mivel ezek, amiket itt most mutogattam, nem kifejezetten smink fixálós sprék, bár elvileg a Fix Plus, illetve ez a L'Occitane-os arra is szolgálhat. Inkább azért használom, hogy egy kicsit elvegye ezt a poros hatást, és úgy összeolvadjon minden, és sokkal természetesebb legyen a végeredmény. Egyébként ebből az Uriás termálvizes sprayből biztos, hogy meg fogom venni a nagy verziót, mert ez valami olyan hihetetlen finom permetet szór a bőrre, mint egy ilyen hűsítő vízfátyol, hihetetlenül jó. Ez a legutóbbi Pixi Boxban volt egyébként benne, és nagyon sokan áradoztak már erről a termálvizes spréről. Most én is kipróbáltam, és tényleg beleszerettem, úgyhogy biztos, hogy meg fogom venni a nagyot belőle. Van itt két ajakápoló is, az egyiket éjszakára használom, a másikat pedig nappalra. Amit éjszakára használok, az a Nuxe Rave de Mille ajakápoló. Ez egy ilyen tégelyes verzió, éppen ezért nem is szeretem így táskával magammal vinni. Ezt az ágy mellett tartom, és ezt mindig lefekvés előtt használom. Ez egy nagyon gazdag, nagyon sűrű, nagyon tápláló, nagyon hidratáló ajakbalzsam. Ez még a legszárazabb, legcserepesebb ajkakat is rendbe teszi. Én ezt még valamikor novemberben vettem, akkor volt egy ilyen mamutos, kuponos nap, és akkor vettem akciósan. Azóta gyakorlatilag majdnem minden nap használtam, és még így is megvan a fele, mert hogy annyira kevés kell belőle, és mégis hihetetlen, hogy mennyire jó. Illetve amit pedig napközben szoktam használni, és táskában is magammal hordok, az a L'Occitane Shea Vajas Ultra Rich ajakbalzsam. Ebből volt egy picike méret a L'Occitane-os Pixi Boxban, azt elhasználtam, és annyira szerettem, hogy megvettem belőle a teljes kiszerelésük, mert tényleg egy szuper ápoló ajakbalzsam, és hát ezt ugye magunkat tudjuk vinni útközben is, hiszen bármikor fel tudjuk kenni. És akkor jöjjenek a sminkek, tényleg elég sok smink kedvencem van most. Az egyik, amiről azt hiszem már beszéltem nektek, talán a legutóbbi Mi van a postaládámban videóban, ez a Revlon Colorstay alapozó a 220-as Natural Beige árnyalatban. Ez a kombinált olajos bőrre való verzió. Gyönyörű a finise, gyönyörű a fedése, egybeolvad a bőrre, egyáltalán nem maszkszerű. Egyszerűen álom ez az alapozó. Nem tudom, hogy mikor volt utoljára olyan alapozó, amit ennyire szeretem. Szerintem még a régebbi L'Oréal True Match volt ilyen nagy kedvenc nálam. Gyönyörű a bőröm, amikor ezt felteszem. Van itt egy púder is, mert most, hogy beköszöntött a jó idő, a bőröm is kicsit már olajosabb itt a T-zónában, úgyhogy általában ide szoktam feltenni púdert.
és most a L'Oréal Trumatte púdert használom, ez a Rose Ivory árnyalat, és ezt a Joy napokon vettem. Ez tökéletes arra, hogy így a T-zónát lematítsam vele, és mivel ilyen jó kis, praktikus, tükrös, meg kis pufis kiszerelése van, így a táskába is bedobhatjuk, és hogyha napközben úgy érezzük, hogy kicsit olajosabb lett a bőrünk, akkor ezzel helyre tudjuk hozni. Tényleg egy nagyon jó kis púder, én nagyon szeretem. Van itt néhány highlighter, pirosító, bronzosító, ilyesmi, totálisan rá vagyok most kattanva ezekre. Megőrülök a gyönyörű highlighterekért, pirosítókért, és újabban a bronzosítókért is, ami azért furcsa, mert korábban szinte alig használtam bronzosítót, és most egyre inkább kezdem azt érezni, hogy itt a nyár, és Sandra így bronzosító, úristen, kérem. Az első, amiről szeretnék beszélni nektek, az a Catrice High Glow Mineral Highlighter a 010-es Light Infusion árnyalatban. Ezt már mutattam nektek a Catrice-es smink videóban. Tényleg el vagyok rájúva ettől a highlightertől. Nagyon emlékeztek a MAC Soft and Gentle Mineral Skin finish-re. Gyönyörű a finish-e, most is ez van egyébként itt a pirosító fölött, és szerintem látszódik a fénye, mert van alatta egy másik highlighter, azt majd mindjárt mutatom nektek. Ezt így kerem mindenhol, tehát ide az arcsontra, szemöldökcsontra, belső szemzugba, szoktam még ide a szemhéjnak a közepére is. Gyönyörű fénye van, tényleg, ha tudjátok, akkor próbáljátok ki. Drogériás viszonylatban szerintem nem nagyon van ennek párja. A másik az pedig egy krémes highlighter, ez a Clinique Chubby Stick Sculpting Highlight. Nem tudom, hogy milyen, de tudom. A 01-es Hefty Highlight árnyalatban. Ez egy ilyen krémes, stiftes highlighter, és ez van most egyébként az előbb említett Catrice highlighter alatt. Föltettem egy krémeset, aztán rá a Catrice-szal kicsit így halmoztam az élvezeteket. De ezt azért szeretem nagyon, mert ugye egy ilyen krémes highlighter, tehát nagyon szépen bele lehet dolgozni a bőrbe, ennek is gyönyörű fénye van, nincsenek benne csillámok, tényleg egy természetes ragyogást ad, és szerintem nem nagyon vannak amúgy ilyen típusú stickes highlighterek. És ha már a Clinique-ről volt szó, akkor itt van még a Cheek Pop pirosító is, a 01-es Ginger Pop árnyalatban, amiben szerelmes vagyok. És nem csak azért, mert ilyen nagyon cuki, virág mintájú, ennyire tökéletes pirosítóval nem nagyon találkoztam még szerintem. Pigmentáltsága egyszerűen tökéletes, erős színe van, de mégsem az a brutálisan pigmentált valami, amitől úgymond tartani kellene. Hihetetlenül szép, és van neki egy enyhe fénye is. Nincsenek benne csillámok, meg semmi ilyesmi, de mégis ad egy egészséges fényt az arcnak. Ha minden igaz, mire ez a videó felkerül, lesz erről is egy bejegyzés a blogon, úgyhogy beteszem majd a linket a videó alá. Gyönyörű ez a pirosító, és több árnyalatban is elérhető. Nagyon szeretem. És van még itt egy olyan termék is, ami sajnos nálunk nem kapható, de lehet rendelni Rimmel termékeket az Asosról, a Feel Unique-ről, illetve a Look Fantastic-ről is, és én megrendeltem ezt a Rimmel két highlighter bronzosító, pirosító palette, ez a 003-as Golden Bronze árnyalat. Eleinte picit úgymond megijedtem ettől a palettától, mert hogy a bronzosító elég sötét benne, de gyönyörűen el lehet dolgozni. Ez egy matt bronzosító, tehát nincsenek benne csillámok, nem félik, de nagyon szép, természetes bronzosságot ad a bőrnek. A highlighter az kicsit ilyen aranyos, pezsgős highlighter, a pirosító pedig egy ilyen aranyfényű, barackos rózsaszín. Ez a hármas így együtt tökéletes, de akár önmagában is lehet őket használni. És mivel ugye egy palettában megtaláljuk a highlightert, a bronzosítót, illetve a pirosítót, így tökéletes arra, hogy mondjuk magunkkal vigyük utazásra, vagy bárhova, hiszen nem kell külön vinni egy pirosítót, külön egy bronzosítót, meg külön egy highlightert, hiszen itt van minden egy palettában. És már a finishben vagyunk, ugyanis már csak három smink termék van hátra. Az egyik az a Catrice Glamondor False Lashes Szempilla Spirál, amiről szintén beszéltem már nektek a Catrice-es smink videómban. Szilikon keféje van, ami picit hajlított, illetve banán alakú, és gyönyörű szempillákat csinál. Ez van egyébként most is a szempilláimon. Nagyon szépen szétválasztja őket, ível, hosszabbít, hihetetlenül feketék lesznek a pillák, és nem tapasztja őket össze még két rétegben sem. Én mindig két réteget viszek fel belőle, hogy tényleg olyan igazi, drámai legyen a hatás. Közben rám jött egy kisebb fuldokló roham, de talán még kihúzom a videó végéig, és ezt a két terméket még el tudom nektek mondani. Ez két szájfény, talán már említettem nektek, hogy én nyáron valahogy jobban szeretem a szájfényeket, mivel félek, hogy a nagy melegben a rúzsok esetleg így az izzadás miatt elkerülnek, és észre se veszem őket. Ezt a két szájfényt most nagyon szeretem. Az egyik az a Maybelline Shine szájfény,
a 125-ös Berry Brilliance árnyalatban, ami egy gyönyörű élénk rózsaszín, ezt használtam egyébként a Maybelline-es smink videómban is. Nem ragacsos, nagyon jó a textúrája, nem csak fényt ad, hanem van szép színe is, egyáltalán nem csillámos, tehát ez egy ilyen vizes fényű, vizes hatású szájfény. A másik pedig a Miss Pupa Gloss szájfény a 103-as árnyalatban, ami egy gyönyörű nude szín, ez van egyébként most az ajkaimon is. Ez már egy kicsit ragacsosabb és sűrűbb szájfény, legalábbis így a Maybelline-hez képest. Éppen emiatt tartósabb is. Van, akit zavar, ugye, hogyha nagyon ragacsos a szájfény, ez még nálam pont az elviselhető kategória. Gyönyörű színekben kapható, ebben sincsenek csillámok. És ettől el is fogytak az aktuális kedvenceim. Bízom benne, hogy jó volt így hosszú idő után újra egy kedvences videót látni tőlem. Ahogy mondtam, hogyha szeretnétek ilyen arcápolási rutinos videót, akkor mindenféleképpen írjátok meg nekem. Hogyha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni és kommentelni, illetve iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok. Sziasztok!